Levontuk a következtetéseket az elmúlt szezon miatt. Gyakorlatilag egy új szakmai stábbal megyünk neki, ami a vezetőedző személyt, illetve a másodedző személyt illeti. Emellett a magyar fiataloknak a beépítését szeretném majd végrehajtani, ugye az elmúlt években is volt erről szó, nem feltétlen valósult meg, bízom benne, hogy idén az elkövetkezendő időszakban nagyobb sikerrel veszük ezt az akadályt, és emellett nem szabad megfeledkezni, semmiképpen se a szakma rovására szeretném menni, nem az eredménytelenségre, sőt azt gondolom, hogy ugyanazt a célt kell továbbra is képviselni a Veszprémnek, hogy minden mérkőzését arra játsz, hogy megnyerje, ez nem kérdés. Viszont bátor kijelentés lenne, hogyha ezt a csapatot a BL-be, a Final Four-ba várnánk, mert az nem feltétlenül a realitást tükrözni, illetve mondatná velem. Elsősorban annak köszönhetően, hogy Momir Ilić személyével tisztában voltunk, hogy nem feltétlenül egy tapasztalt edző érkezik, akinek több éves BL rutinja van. Ezt elfogadjuk, és ezzel fogunk sáfárkodni is úgy, hogy nem nyomásként, hanem kihívásként és fejlődés tapasztalatszerzésként szeretnénk ezeket a meccseket felhasználni majd. Nyilván muszáj olyan kritikusnak lenni a tavalyi szezon után, mert csalódást keltett, nem értük el a kitűzött céljainkat, és ezáltal mindenkinek muszáj magában nézni először is, hogy mit rontottam, mit lehetne másképp csinálni, hogy jobbak legyünk. Másodszorban igen, a Momo meg a Gui lett a két edző. Egy új szemléletet, vagy egy új stílus, nem is tudom pontosan, hogy fogalmazzam, hoznak a csapatban. Én bízom benne, hogy a csapatban azt gondolom a tudás benne van, csak ezt a pályán is ki kell, hogy jöjjön, és remélem ki is fog jönni. A kis sérülések remélem elkerülnek minket, vagy aki sérült, gondolok itt a Laugéra, remélem, hogy felépül, és újra teljes értékű játékos tud lenni, és akkor azt gondolom, hogy jó eredményeket tudunk elérni. Mik lehetnek a célok Veszprémben? Nyilván tudjuk, hogy van egy cél, ami alá nem nagyon megy a klub, viszont picit megfiatalított kerettel mire lehet képes ez együttes? Nyilván nagyon fontos, hogy több fiatal játékos is csatlakozik hozzátok, de mire lehet képes a keret? Én mind mondtam, aztán a tudás benne van a csapatban ahhoz, hogy visszahódítsuk a magyar bajnoki címet, megvédjük a magyar kupa címet. A BL-ben pedig most volt ugye a sorsolás, hát láttuk, hogy nagyon erős csoportba kerültünk, ott pedig a legtovább eljutni, amit csak tudunk, de természetesen minden sportolónak az a célja, hogy megnyerje mindent. Akkor is, hogyha ez van kimondva célként, akkor is, ha nem, mindig győzni szeretnénk.